A teljesítésigazolási szakértői szerv 2013-ban kezdte meg működését azzal a céllal, hogy csökkentse az építőipart érintő elszámolási vitákat és a lánctartozások mértékét. 2013-ban az építőiparban felmerülő elszámolási viták nagysága országos szinten elérte a 400 milliárd forintot. Körülbelül 2,5 éve működünk, és végül is a teljesítésigazolások vizsgálatára vagyunk szakosodva, illetve hát a mellékkötelezettségek ellenőrzésére, tehát ott, hogy a bankgaranciát jogtalanul vagy versenyszerűen ne hívják le. Ezek a teljesítésigazolási vizsgálatokra vonatkozó kérelmekből már körülbelül 400-at adtak be hozzánk, tehát egy viszonylag magas szám tartozik. Mindez abból ered, hogy elég gyakran nem fizetik ki a vállalkozókat az építőiparban az elvégzett munkájukat követően, és végül is a mi vizsgálatunk azt célozza meg, hogy ezek a teljesítések megtörténtek-e, illetve teljes körűen jár-e a kérelmezőnek vagy a vállalkozónak a kifizetés. Az építőipar területén jellemzően a magas építés érintett az elszámolási vitákban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei esetek közül 11-ben tettek panaszt olyan vállalkozás ellen, aminek itt volt a telephelye, valamint 18 kérelmező telephelye is a megyében található, hangzott el a vitarendezés lehetőségéről tartott konferencián Nyíregyházán, ahol a megyei építésfelügyelet képviseletében Názon Gyula osztályvezető elmondta, az elszámolásokat megelőzően a kivitelezések során is találkoznak vitás esetekkel. Több esetben van sajnos olyan, de egyre javuló tendenciát mutat, hogy a kiviteli tervtől eltérnek, építésengedélytől eltérnek. Ezek azért már az utóbbi évek folyamatos ellenőrzései és a tapasztalatok is az építési folyamatban a résztvevőknek az egyre inkább jogkövető magatartása miatt ezek sokat javultak ettől függetlenül. Sokszor kisebb problémák vannak a jogosultsági kérdésekkel, amelyek a kivitelezőkre, egyéb résztvevőkre, műszaki ellenőrökre, felelős műszaki vezetőkre vonatkoznak, de ez is általában már azért az utóbbi években sokat javult. A rendezvényen elhangzott, az építéseket érintő szabályszegések figyelmeztetéssel vagy bírsággal szankcionálhatóak, míg az elszámolási és teljesítési vitákat leggyakrabban közös megállapodással zárják, vagy végső esetben bíróság érvényesíti a megítélt követelést.